Sziasztok, én Szelmisi vagyok, és ez itt az 5 perces összefoglalom a mezőkövest Diós Győr mérkőzésről. Ugye Márkvár Dávid sajnos nem játszhatott a meccsen, mivel az MTK elleni kupa mérkőzésen sajnos lesérült egy görcsben, ezért húzódása van Dávidnak, és hát Vági Andrásnak kellett az ő helyét betölteni, valamint Dejan Karán sem léphetett a mai napon pályára, Joachim Adokúrral és Makrai Gáborral együtt, szóval volt mit Feckó Tamásnak gondolkodnia, mivel egy elég felforgatott kezdőcsapattal kellett kiállnia, és ennek köszönhetően az első fél időben szinte alig tudtunk helyzeteket kialakítani, inkább ilyen helyzetecskéket tudtunk kialakítani. Eljutottunk egy párszor a kapujukig, de azért igazán veszélyes szituációt nem tudtunk kialakítani. És ugye a mezőkövesnek nem sikerült betalálni az első játékrészben. A második játékrészben, hát ott Feckó Tamás kicsit rendbe szedte a játékosokat, én úgy gondolom, mivel szerintem mentálisan a második félidőre sokkal jobban jöttünk ki, mint az elsőre. Rögtön a 49. percben már is egy nagyon-nagyon veszélyes szabadrúgást tudtunk lőni, ami majdnem gól tudott lenni, de nem tudtunk gólt lőni. És hát ugye a Kövesd is szeretett volna mindenképpen gólt szerezni, és hát mind a két együttesnek nagyon-nagyon fontos volt, hogy megszerezze a 3 pontot. Szóval ez egy nagyon nehéz mérkőzés volt, és Feckó Tamásnak ezzel szembe kellett nézni. És aztán szerintem egy jót cserélt, méghozzá Bacsát hozta a mester, ami Bacsa szerintem nem olyan robbanékony játékos, nem a keret legjobbja, de mégiscsak egy friss játékos volt, jó volt, hogy cseréltünk, mert látszódott, hogy azon az oldalon vezetjük a több támadást. De aztán jött a Kövesdi dupla csere, ami utána a Kövesd kezdett el inkább dominálni, de a 89. percben Rui Pedrónak passzolt Bacsa Patrik. Rui Pedró, mintha már az összes lövő szituációból kicselezte volna magát, de aztán talált egy zseniális lövő szöget, amiből el tudta lőni, és ezzel a 89. percben megszerezte a vezetést a Diós Győr, aminek természetesen a vendégszektor nagyon-nagyon örült, és a vendégszektorban lévő emberek nagyon-nagyon örültek, és komolyan mondom, hogy szinte felrobbant a vendégszektor, és akkor még hangosabban elkezdtek szurkolni az ultrák. Elképesztő élmény volt, ami ott volt a diósgyőri találatnál, és ami meglepő volt, hogy az utolsó 15 percben ugyanazt a rigmust énekelték nagyjából az ultrák, és már kezdtem megunni, de aztán jött a Diós Győri gól, és mindenki felvidult, és lehet azt mondani, hogy most erre a mérkőzésre szerintem ez a legjobb nóta, de nem csak legjobb nótát fogok én most választani, hanem legjobb játékost is, és hát én a mai meccsen a legjobb játékosnak Rui Pedrót gondolnám, mivel nagyon-nagyon sokszor tolta meg jól a labdát, és ezzel így nagyon-nagyon sokszor előnybe tudott kerülni a Kövesdi játékossal szemben, valamint még kiemelném Iszlai Bencét, mivel az ő védekező teljesítménye az nagyon-nagyon hatékony volt, szerintem neki lehetett köszönni azt, hogy nem kaptunk gólt, mivel hát nullára lehozta a védelem is a meccset. Szerintem most az egész csapat lényegében nagyon jó volt, de hogyha két nevet kéne kiemelni, akkor őket emelném ki a legjobban. És hát ne feledjétek el, iratkozzatok fel az 5 perc misével csak a Diós Győr YouTube csatornájára. Ha szilveszterre meg lesz a 100 feliratkozó, akkor mindenképpen lesz egy szilveszteri különkiadás, és mindenféleképpen iratkozzatok fel még szilveszter előtt, hogy legyen meg a 100 feliratkozó, valamint dobjatok egy lájkot, és lájkoljátok az 5 perc misével Facebook oldalát, és a Instagram oldalát kövessétek be értelemszerűen, és nagyon szépen köszönöm az amigélekén.hu-nak, hogy támogat engem, és minden videómat kiteszik a hivatalos honlapjukra,
Valamit köszönöm Révai Mártonnak, aki minden videómat megszerkeszti. És még egy búcsú, hogy a Fradi ellen mindenképpen töltsük meg a stadiont, és mindenki szurkoljon, aki kimegy a meccsre, és bízom benne, hogy a Fradi elleni meccs után már azt tudjuk mondani, hogy a pontszámaink száma 2-essel kezdődik, mivel most 19 ponttal áll a Diósgyőr a 9. helyen, a Paksot, a Zalaegerszeget, illetve a Kaposvárt megelőzve. Hát ez egy érdekes egy forduló, mivel mondjuk a Paks megverte a Molfehérvárt, ezzel őket 5 ponttal előzzük meg, valamint a Kaposvár a sereghajtó. A srácok szerintem megérdemelten győztek, és hát meg is ünnepeltük őket. Nézzük meg ezt a videót! Miskolcáci bajta! Sziasztok, ez volt az 5 perces összefoglalom a Mezőköves Diósgyőr meccsről.